kicsit személyesen engedjétek meg, hogy kezdjem az előadásomat. Épp a napokban volt a születésnapom, és közeledve a 5. X-hez az emberek is visszatekint az elmúlt időszakra, és éppen azt vettem észre, hogy pont negyed százada vagyok valamilyen szinten a szakmában. És az az érdekes, hogy ez a negyed század az pont arra az időszakra tevődik, amikor egyáltalán az informatika, a mai informatika, korszerű informatika az tulajdonképpen kialakult és megalapozódott. És ez azért fontos, mert hát az elején, tehát még a 80-as évek közepére gondolok, akkor tulajdonképpen minden szakember olyan szinten ismerte a dolgokat, hogy ismerte gyakorlatilag az áramköröket is, meg a hardveres megoldásokat is, és a szoftveres megoldások nem voltak ettől olyan nagyon távol. Sőt, mondtam, az volt egy időszak, amikor még egy kicsit le is kellett beszélni a hardvereseket, hogy nem minden kapukkal oldjanak meg, hanem néha meg is lehet oldani szoftverből is dolgokat. De az a lényeg, hogy ismertük tulajdonképpen az alapoktól, az, hogy hogyan működnek az áramkörök, egészen addig, hogy egy kernel vagy egy operációs rendszer az hogy épül föl, hogyan ágyazott be a memóriába, ezt elég pontosan tudtuk. Egészen elemi szintig. Én véletlenül egyébként processzor teszteléssel foglalkoztam, ami már természetesen egész Európában kiveszett műfaj, és egészen pontosan tudtam, hogy mondjuk egy 8-bites vagy 16-bites processzornál melyik órajel felugró ciklus az milyen parancsot hogyan hajt végre. Most ezt csak azért mondom ezt a történetet, mert úgy néz ki, mintha ez ott a negyed évszázad alatt pont odáig eljutottunk volna, hogy elfelejtettünk volna gondolkozni, és elfelejtették volna a döntéshozók, köztük én is talán, az, hogy szabad gondolkozni, és szabad nyíltan megkérdőjelezni dolgokat. És most nem arra a megkérdőjelezésre gondolok elsősorban, amit Steve Jobs képviselt halála előtt, hanem egyszerűen csak arról, hogy a fekete az fekete, a fehér az meg fehér. Ilyen egyszerű dolgokat kellene újra elővennünk, és ebben jó, hogy ebben az épületben vagyunk, mert ugye itt a tudomány, illetve a szakma rendesen képviseltetve van, és vissza kellene néha nyúlnunk ezekhez az alapokhoz. És azért mondom ezt a viszonylag hosszú bevezetőt, mert én nap mint nap szembesülök azzal, hogy döntéshozó kollégáimnak a szem előtt is néha olyan lila köd lebeg, ami miatt néha olyan döntéseket hozunk vagy hoznak, amelyek nélkülözik a logikát, vagy nélkülözik azokat az alapvető észszerűségeket, amelyeket elvárnánk joggal. Az előbb elmondhatok, az egyik nagy informatikai szervezetünk az megtagadta az egyik alkalmazásnak az átvételét, mert hogy nincs hozzá szervere. Mondjak egy példát is, és mondom, miért? Hát mert, hogy nincs szerver. De miért kell szerver? Hát mert kell. És mondom, mekkora szerver kell? Hát kell egy bléd, ami ilyen, meg amolyan, N plusz egy darab maggal, meg tonnányi terabájtokkal, meg gigabájtokkal. Én is mondom, jó, oké, mennyibe kerül? Hát 40 millió forint. És mit futtatunk rajta? Hát ezt meg ezt. Na jó, akkor nézzük meg, mi ez. Megnéztem, kiderült, hogy ez tisztán szöveges adatbázisokból állt, néhány 10 megabájt információt kezeltek benne. Tehát egyszerűen ma már nincs olyan kicsi notebook, ami ne viselte volna el ezt az alkalmazást, de megindokoltuk, hogy hát ezt 40 millió forintos szerveren kell elfuttatni. És nyilvánvaló, hogy ez a lilaköd, ez nem véletlenül van persze a bizonyos szemek előtt, és nem akarom a sales-t itt kárhoztatni, de azért ez egy nagyon komoly probléma, mert ugyanakkor elszívja a levegőt azok elől, akik egyébként effektíve a tudásukkal bejönnek és megoldanak napi feladatokat. És ezen a részen viszont elég komoly hiányosságokat látok, tehát azt látom, hogy amikor meg kell oldani viszonylag egyszerű problémát, akkor pedig azokat az embereket, akiknek a fejében megvan ez a tudás, szakterületi tudás, azokat meg nem tudjuk megfizetni, illetve valahogy pont arra nem marad már. Márpedig pont ettől működőképes a történet. És azt látom, hogy meg kellene védenünk, vagy védenem nekem is ezt a tudást, mert a végén pont ez a magyar
tudás, ami egyébként szerintem nélkülözhetetlen, ez a végén ellehetetlenül. Miközben természetesen azokat a méregdrága dobozokat, amelyeket mindig valahogy meg kell venni, azokat persze finanszírozunk, bérlünk, licenszelünk, különböző hihetetlen bonyolult konstrukciókban, de a végén guruló forintokban, eurókban megfinanszírozunk. Ennyi a bevezetésről, és amiért fontosnak tartom azt, hogy ezen a konferencián előadhatok, és kicsit a ti segítségeteket is kérem ebbe a folyamatba, hogy nektek elég sok fórumotok van, és eléggé éles kritikával illethettek sok mindent, én belül már az kevésbé. Tehát jó, hogyha megkérdőjelezünk dolgokat, jó, hogyha azt mondjuk, hogy miért is van ez? Tehát miért is kellett ennyi pénzt elkölteni erre és erre a dologra? Én nem akarok most direkt, konkrét alkalmazásokat említeni, mert éppen az egyik múltkori konferencián még szeptember elején véletlenül 5 alkalmazást számra vettem, és utána azonnal a telefonok tucatjai jöttek hozzám, hogy hogy merészem, meg mit képzelek én, meg egyáltalán ez nem így van, stb. De tény is való, hogy irdatlan pénzeket költünk el, még a közigazgatásban is, és valahogy mégsem működik rendesen ez a dolog. És ez azért bosszantó, mert ugyanakkor az állampolgárok, akik még találkoznak az élet, most már minden nap életükben, ugye elektronikus kereskedelem, elektronikus bankinggel, elektronikus megoldásokkal, azonosítási módokkal, stb. A közigazgatásban ennek a töredékét sem tapasztalják, vagy egészen primitív megoldásokkal azonosítást, most nem akarom számra venni megint egy kedvenc témámat. Hát ezek rendkívül primitív dolgok, és ugyanakkor már az állampolgároknak is van egy igényessége, amivel a közigazgatástól elvárnák, hogyha például egy közterület használt engedélyt kell kérnem, akkor ne kelljen bemennem egy ügyfélszolgálatra, számot kérek, várakozok, oda megyek az ablakhoz, kapok egy űrlapot, kézzel kitöltöm az űrlapot, visszamegyek az ablakhoz, kapok egy csekk, sárga csekket, elmegyek egy postára, befogadom a sárga csekket, visszamegyek, stb. És akkor befizettem 3200 forintot. Maga az eljárás, az belekerült ugyanennyibe legalább a közigazgatásnak, nem beszélve az ügyfélről rólam, hogy nekem hasonló nagyságrendű időkiesést okozott. Miközben az egészet lehetett volna elektronikusan intézni. És ezek a teljesen egyszerű, primitív történetek mégsem valósulnak meg, mégsem elektronizálódnak, mikor közben egy állandóan beszéljük azt, hogy kevés a pénz, drága a közigazgatás, nagy a bürokrácia, bonyolult, stb. Ezért azt gondolom, hogy egy új időszaknak kellene bekövetkezni, és van annyira drámai a gazdasági helyzet, hogy most már hozzá is kell nyúlni ezekhez az eszközökhöz, tehát nem is tudja elkerülni a közigazgatás, hogy ezeket az informatikai megoldásokat a valóságban a megfelelő intenzitással elkezdi használni. Néhány konkrét dolgot arról, hogy miket csinálunk és mik érintik a nyílt forráskódú világot. Ugye itt említenem kell a két fontos nagy tárcát, a délutáni előadások között lesz még a Luca Vili kollégám, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről fog előadni. Én ugye a Közigazgatási Minisztérium részéről. Elsősorban a Közigazgatási Minisztérium szabályozó szervezet, másodszorban pedig néhány olyan operatív vagy fejlesztési programnak a gazdája, amiből finanszírozni lehet a államigazgatás, közigazgatás megújítását, és ebben vannak nyilván elektronikus megoldások. A Fejlesztési Minisztérium az pedig elsősorban a nagy informatikai infrastruktúrákkal foglalkozik, ezeknek az üzemeltetése, működtetése, fejlesztése a feladata. Nem olyan egyszerű az együttműködés két tárca között, de hála Istennek most néhány témában, ami a nyílt forráskódot is előtté sikerült megegyezni. Még szerencsére nyár elején megállapodás született arról, hogy fölállítunk elektronikus kormányzati operatív programból egy nyílt forráskódi kompetencia központot. Ez egy 200 millió forintos projekt, aminek az elsődleges feladata az, hogy összegyűjtse azokat a best practice-eket, amelyek a közigazgatás különböző területein, ezen a területen már rendelkezésre állnak. Ugye nem az EU-s best practice-ekre gondolok, mert azok már egyébként megtalálhatóak, hanem ezeket központilag dokumentáljuk. Ezeket a lehetőségeket támogatjuk bevezetéstámogatással, oktatással, képzésekkel.
és remélhetőleg ezt húzamosabb ideig, tehát nem csak a megnyitás utáni pár hónapig akarjuk működtetni, hanem 5 évig komolyabb szinten finanszíroznánk és támogatnánk. Nagyon fontos lenne, hogy ez a, ne csak a központi közigazgatási szerveket érintse, hanem a központi közigazgatáskor kicsit távolabb lévő szervezeteket, egészen az önkormányzatok bezárólag. Hála Istennek itt vannak az önkormányzatoktól is komoly előadók, akik el fogják mondani, hogy igenis lehet eredményeket elérni, és igenis vannak olyan eredmények, amelyeket érdemes lenne másoknak átvenni. De az átadás már egy meglévő eredmények sem olyan egyszerű, és azt gondolom, hogy ebbe egy kompetenciaközpont elég jól segíthet, és reményeim szerint ez egy elég jelentős lökést ad a közigazgatásban, hogy ezek a megoldások nagyobb szerepet kapjanak. A másik terület az már egy szabályozási terület. A szabályozási terület is ketté oszlik. Elsősorban a technológiai jellegű szabályozás, az a fejlesztési minisztériumnak lenne a feladata. Elkészült egy ODF rendelet, tervezet, amelyet a közelmúltban engedtünk el mi is, és hamarosan annak a megvitatása kormány előtt lesz, és remélhetőleg ez évben ki fog jönni, ami remélhetőleg az ODF-nek a közigazgatási elterjedését hát erőteljesen szolgálni fogja. Ezzel kapcsolatban majd nyilván Luca Vili beszél egy pilot projektről, amit saját maguk csináltak, és az is azt bizonyítja, hogy igenis lehet. Még akkor is, hogyha néhány nagy cégnek ez erősen sérti az érdekeit, de igenis lehet közigazgatásban is ezeket a lehetőséget használni. És a harmadik terület, amely erősen szabályozási terület, és erősen vitatkozunk rajta, hogy kinek is nagyobb a feladata ebben, az pedig az én egy kedvenc területem, az interoperabilitás, ahol elmaradtak azok az eredmények, amelyeket pedig a igen komoly finanszírozás ellenére már el kellett volna érni. Elköltöttek egy hatalmas tanulmányra 970 millió forintot, óriási pénz. Tehát, és tulajdonképpen, ha megnézem, hogy mire tudjuk használni, hát valamire használjuk, mert nem mondhatom azt, hogy teljesen használhatatlan, mert hiszen olyan nemzetközi gyakorlatok és közigazgatási tapasztalatok vannak benne összegezve, ami azért figyelemre méltó, de ennyi pénzből többet kellett volna elérni. Ugyanakkor, ha azt kérdezem, hogy mennyire szabályosan tárolunk mondjuk törzsadatokat, egy címet, vagy egy nevet, egy természetes személy nevét, vagy egy jogi személy nevét, vagy egyáltalán ilyen törzsadatjellegű információkat. Hogyan tudjuk ezt a különböző rendszerekből átadni egymásnak? Milyen interfészeken keresztül, milyen webszervizekkel, stb. Akkor azt kell mondjam, hogy semmilyen szabványos eljárásunk nincs, sőt, azon kell nekem vitatkoznom néha közigazgatási szereplőkkel, hogy egyáltalán lehet-e szabványosítani, egységesíteni. Igen, máshogy nem megy. Ha nem egységesítünk, akkor megette a fene. És amikor ugye pont bürokráciát akarunk csökkenteni, akkor ugye a legegyszerűbb dolog, hogy nem kérjük az ügyféltől N plusz egyszer ugyanazokat az adatokat. Ehhez képest ma mondjuk a fejlesztési ügynökség, hogyha valamilyen pályázatot kiír, ugye bekéri a pályázattól, a előző 3 év mérlege 5 példányba lefénymásolva, perforálva, összekötve, stb. Az előző időszaknak akkor kéri a cég kivonatait meg hitelesítetni, stb. Miközben ezek az információk elektronikusan elérhetőek az NFÜ részére is, sőt, ingyenesen elérhetőek. Most azt mondom, megmondtam nekik, hogy ezek az információk nem hogy elérhetőek, hanem azok az interfészek is véletlenül készen vannak, sőt, azokat fogadni is tudják ezek az adatokat, tehát nem kell ezeket papíron bekérni, elektronikusan megkaphatják. Most azon akadt el éppen a dolog, hogy igen, de ezt eddig egyéni autentikációval kellett megtenni, tehát XY kérhette ezt az adatot egy szervezetből, de szervezet szervezettől nem kérheti. És ezt jogszabályok bebizonyítják, hogy szervezet szervezettől nem kérheti. Zseniális. Tehát akkor fizessünk ezért is a közigazgatás néhány 10 millió forintot azért, hogy ezeket az évente keletkező kb. 500 folyométernyű iratot letároljuk, kezeljük, mert természetesen ezt kezelni is kell, meg ugye elő kell venni belőle a papírokat, és
Természetesen megterheljük a fénymásológépeket, meg az ügyfeleket is, hogy ezeket megszerezzék, lefénymásolják, beadják, stb. Miközben egyébként adott esetben a pályázata nem is nyer, tehát nem is nagyon van szükség ezekre az információkra. Mindezeket elektronikus módon simán lehetne elkezelni, és mondom, mindig találunk egy olyan gátat, ami miatt ezt nem tudjuk létrehozni. Persze azért vagyok én ott, hogy ezeket a gátokat lebontsam. Tehát ez lenne a fő feladat. És nyilván ebben ami tudok kapaszkodni, hogy nemzetközi példák, vagy európai uniós példák vannak, hála Istennek a többi tagországban, ahol meg lehet mutatni, hogy igenis lehet. És ha ott lehet, akkor meg lehet kérdezni, hogy nálunk miért nem. Természetesen komoly probléma az adatvédelem, tehát nálunk az adatvédelem az hihetetlenül erős, és talán túl is burjánzott bizonyos szinteken. Én tiszteletben tartom, tehát én nem mondom azt, hogy ez nem egy fontos dolog. Nagyon fontos dolog. De az, hogy mindent fizikailag kelljen szétválasztani, azt már tagadom. Hát tudjuk nagyon jól, hogy logikailag ugyanolyan szépen szét lehet választani a dolgokat. Az, hogy egy vason fut, hát sőt, azt mondom, hogy az se érdekel engem, hogy hol fut. Hát nem attól függ ma már. Logikailag szét lehet választani a dolgokat, de nem kell feltétlenül mindent fizikailag. Természetesen ez is egy komoly gátló tényező, de a legnagyobb gátló tényezőt azért abban látom, hogy mondom, ezeket az alaplogikákat, amit az előadás elején említettem, hogy mire, mivel kell lőni. Tehát muszáj mindenre legyet ágyúval lődözni. Tehát ezeket az alapvető problémákat kellene elhárítani, és ebben kérem, mondom, a ti segítségeteket, és remélem, hogy a jövőben sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni azokat a pénzeket, amik rendelkezésre állnak. Amik egyébként még most sem kicsik, tehát azt kell mondjam, hogy főleg az elektronikus kormányzati operatív programban és részben az államreform operatív programban közel 80 milliárd forint van, amit el fognak költeni erre, arra, amarra. Jó lenne, hogyha ez minél inkább azért a magyar szakma és a magyar szakértelem körében lenne hasznosítva, és kevésbé mondjuk amerikai dobozoknak a vásárlásában. Ami azért is vicces, mert ugye európai pénzről van szó. Nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt az előadást. A délutáni előadásban, mert a Luca Vili az még el fogja mondani azokat a dolgokat, amik a pilottal kapcsolatban náluk összegyűltek. És amennyiben el fog indulni, jövő év elején remélhetőleg ez a kompetencia központ elindul, abban pedig természetesen az itt jelenlévőknek a szaktudása is becsatornázható, és be is kellene csatornázni, hogyha van kifejezetten közigazgatási jellegű megoldás, ugye itt Karai Tivadaréktól, vagy más szereplőktől ilyeneket várunk, akkor azokat szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni, hogy minél olcsóbb és minél hatékonyabb magyar szellemi tőkéből megvalósuló dolgok terjedjenek a közigazgatásban. Köszönöm szépen a figyelmüket!